Tomecskó Mária 13 éves volt, amikor az általános iskolát felcserélte a Tolnai gimnáziumra. Mara azt mondja, kisiskolás korában is szeretett tanulni, és mindig is érdekelte az új tudások elsajátítása. Erre mondja, a gimnázium alkalmasabb terepnek látszott. Az én szüleim és a nagyszüleim is ebbe az iskolába jártak, és ők jó véleményen voltak róla, úgyhogy szerettem volna én is kipróbálni is. Nagyon sok családról tudok, akiknek a mármint a nekem és a kortársaimnak sok olyan szülő van, aki ide járt kimire. És vannak olyanok is, akiknek már a nagyszülei is, úgyhogy ugyanúgy, mint nálam. Szerintem ez a mai generációra sokkal inkább jellemző az, hogy ki akar törni a tradíciókból, meg a szokásos dolgokból. Szóval szerintem nyilván vannak azok, akik szeretnék ezt tradícióként űzni, de nem feltétlenül tartom fontosnak. Én arra számítottam, hogy mivel ez egy állami iskola volt még, amikor még idejöttem, hogy kapok egy normális oktatást, tehát nem voltak nagy elvárásaim, nem voltak különleges elvárásaim, hogy itt valami speciálisat fogok kapni, vagy bármi, úgyhogy teljesen én úgy gondolom, hogy átlagos elvárásokkal érkeztem ide. Ehhez képest. Nekem személyesen a gimnázium az óriási hatással volt az én életemre, és ezt nem csak azért gondolom, mert hogy ez a Tolnai Gimi, hanem azért is, mert ez maga a gimnázium, amiben az ember ideérkezik gyerekként, tehát mi 14-13 évesen érkeztünk ide, és ehhez képest most itt vagyunk 18 évesen, úgyhogy az életben az a szakasz, amikor valaki felnő, azt egy helyen tölti, és ezt jó dolognak tartom. Számomra a gimnázium az, szóval, hogy nagyon jó alapot nyújtott, mivel itt biztosítottak egy komfortos környezetet arra, hogy kibontakozhassunk, hogy önmagunk lehessünk, hogy úgy fejlődjünk abba az irányba, ahogy mi akarunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy innen elviszek némi, tanultam itt toleranciát, elfogadást, azt, hogy valamikor más embereket magunk elé kell helyezni, és hogy ennek a pozitív hatásai mekkorák lehetnek. Itt ugye Tolnán a többség ismeri egymást, tehát azért nem azt mondom, hogy mindenki ismer mindenkit, de elég sok embernek van széleskörű kapcsolati hálója, és azért is gondolom, de szerintem nekünk az volt a szerencsénk, hogy itt a tanári kar, aki van, az most nagyon jól összejött, én úgy gondolom. Én azt gondolom, hogy kevesebbet kaptam elvárásokból itt. Tehát én egyik tanárnál sem éreztem úgy, hogy neki elvárásai vannak felénk, hanem megengedték nekünk azt, hogy hibázzunk. És ez nagyon fontosnak tartom, mert a legtöbb gimnáziumról, amit hallottam, az az, hogy a diákokat nyomják, tehát hogy erőltetik azt, hogy menjen versenyre, meg hogy tanuljon. De itt ez én abszolút nem tapasztaltam, hogy jelen van. Úgyhogy többet pedig az emberi kapcsolatokból szerintem, mert ebben az iskolában a tanárok, nyilván megvan a tanár-diák viszony, de hogyha mindkét fél részéről megvan rá nyitottság, és a tanárok részéről én azt tapasztaltam, hogy mindenki felé megvan az a nyitottság, hogy tanári kapcsolaton kívül egy támogatói szerepet is betöltsön a diák életében. Amikor kisebb voltam, nem volt konkrét elképzelésem, de úgy voltam vele, hogy én mindenképpen egy ilyen olyan munkát szeretnék végezni, amiben én egyedül vagyok, tehát nem egy csapatjátékosként akartam tovább menni, és ehhez képest az a kép fogalmazódott meg a fejemben a gimnáziumi évek alatt, hogy szeretnék olyan munkát, amiben emberekkel foglalkozhatok. És ezt abszolút a gimnáziumnak tulajdonítom, hogy ez így változott meg. Mara Angliába készül és pszichológiát fog tanulni. És innen visszatekintve még inkább felértékelődik benne az itt eltöltött idők értéke.
mert ez itt, mondja a Tolnai Gimnáziumról, egy védőbudok, amiben fejlődni lehetett.